Köszöntöm nézőinket, ez az Építő kézilabda magazin, amely ezúttal Kölnből jelentkezik, hiszen idén is itt vívta meg Európa 4 legjobb férfi kézilabda csapata a Final Four-t, azaz a Bajnokok Ligája 4-es döntőjét. A 3 napon át tartó rendezvény most is egy óriási közönség találkozóval indult. Köln Lanxess Arena Final Four. 3 nap a Rajna partján, ami nem csak a kézilabdáról szól, hanem a szórakozásról is. Hiszen a szurkolók nem csak a meccsek miatt jönnek ide, hanem azért is, hogy egyenek, igyanak, jól érezzék magukat, no és persze, hogy szurkoljanak. Ezért a szervezők az aréna mellett egy komplett szurkolói falut húztak fel, ahol mindenki megtalálhatta a számára megfelelő szórakozást. Már a nyitónapon pénteken is, ahol ugyan a fő attrakció a csapatok bemutatása volt a nagy színpadon, de nyitásként egy könnyű zenei alakulat szórakoztatta a közönséget. Aztán eljött az ideje a csapatok bemutatásának is. Elsőként a 4-es fogat egyik titkos favoritja, a Montpellier lépett a színpadra. Majd jött a címvédő Vardar is. A Final Four egyik meglepetés csapata, a Nantes, már csak azért is kedves volt a helyieknek, mert soraiban ott volt egy legendás német játékos, Dominik Klein is. Utolsóként az idei kiírás nagy favoritja, a Paris Saint-Germain érkezett, amely egyértelműen az aranyért jött a rajnaparti városba. Persze ehhez azért volt némi hozzáfűzni valója a másik 3 csapat játékosainak is, akik az ünnepélyes pillanatok után az aréna aulájában várták a közönséget egy közös találkozóra. Szerintem minden játékos boldog, hogy megint itt lehet Kölnben, hiszen nem könnyű 2 alkalommal is a Final Four-ban játszani. Most mi készen állunk a holnapi kezdésre. A címvédő Vardar játékosai mosolygósan várták az elődöntőt, egyedül talán Sterbi Kárpád volt az, aki kicsit visszafogottabb volt a Montpellier-ben megvívandó elődöntő előtt. Amúgy nem szabadjukat leírni, hanem félek tőlük, mert tényleg egész évben egy nagyon jó kézlabdát játszottak, egy nagyon jó tempóval, sok játékosuk van, és egy agresszív védelem, egy mindenki gyors, cselező, lövő játékosokkal, úgyhogy nem egyszerű, egyáltalán nem egyszerű. Jó kapusuk is van, meglássuk, remélem lesz szerencsénk is egy kicsit. A Paris Saint-Germainre mindenki nagyon kíváncsi volt, hiszen a legnagyobb sztárokat ők vonultatták fel, akik a legnagyobb örömmel álltak a szurkolók és a média rendelkezésére. Helyzetük már csak azért is kényelmes volt, mivel Franciaországot idén 3 csapat képviselte. Ez nagyon jó Franciaországnak és a francia kézilabda kluboknak, hogy 3 francia csapat van itt, szerintem azt jelenti, hogy a mi bajnokságunk a legjobb, és ez még több energiát ad majd a kluboknak, az országnak, a gyerekeknek, akik remélem még többet fognak kézilabdázni majd ezután. A közönség találkozó után ismét benépesült a szurkolói falu, ahol minden ott folytatódott, ahol abba maradt. Könnyű zenei koncertek, játékok, evés, ivás, no és persze szurkolói értekezés a következő 2 napról. Természetesen mindenkinek megvolt a maga top csapata. It's a good season for Montpellier. Ez nagyon jó szezon a Montpellier-nek. Gyerünk előre a második BL címért. Szerintem Barber Paris. Éberben gondolok oda. És én a Barbernak dukkolok. I think this time it's for Paris. Szerintem ez most a Párizs ideje. 3 francia csapat van itt, de azt gondolom a Párizs a legjobb. Mein Geheimtipp ist Nantes. Az én titkos favoritom a Nantes, már csak Dominik Klein miatt is. Én nagyon szorítok neki. A mindenki számára hosszúra nyúlt napot végül egy óriási tűzi játék zárta le. Szombaton már a játéké volt a főszerep az első elődöntőben, a nagy esélyesnek kikiáltott Paris Saint-Germain a Final Four egyik meglepetés csapatával, a Nanttal csapott össze.
Dávid és Góliát bibliai történetét sokan ismerik. Az elődöntő első párosítása is hasonló erőviszonyokat vetített elő. A sárgamezes PSG toronymagas esélyesként léphetett pályára a Nant elleni meccsen. Szegószen góljával ennek megfelelően is kezdett. Majd ezután Abaló volt kétszer eredményes, minden a regnáló francia bajnok kedve szerint alakult. 6-5 után azonban 4 Nant gól esett. Lazarov a korábbi Veszprém játékos 3-7-est is értékesített, így 9-6-ra lépett meg a sötét mezes gárda. A félidő végéig többször is 5-re hízott a különbség, de a szünetre Rémili találataival 3-ra faragta hátrányát a PSG. Ezt a második játékrész elején azonban 3 Nant gól követte. Ezután viszont Ohmeyer magára talált a kapuban. A kapus bravúrjai után egy gólra zárkozott a PSG, ám egyenlíteni nem tudott. Tourne meglőtte a 30. Nanti gólt is, majd egyből ki is állították a játékvezetők. Kettős ember előnybe került a PSG. A szabálytalanságért megítélt büntetőt viszont az ihletett formában védő Dumoulin hárította. A következő támadásnál pedig Niokas értékesítette helyzetét, így eldőlt a mérkőzés. A mérkőzéshez hozzátartozik, hogy Kirill Lazarov az elődöntőben szerzett 8 góljával a Final Four történetének legeredményesebb játékosává lépett elő 59 góllal, pont Momir Ilicset és Filip Jihát megelőzve. A Nant tehát legyőzte a nagy esélyest, így először története során döntőbe jutott a BL-ben. Muszáj nyerniük. Muszáj ilyen kerettel BL-t nyerniük. Mindenki ezt mondta a Párizsról, de mi megmutattuk, hogy sztárok nélkül is lehet győzni. Együtt küzdöttünk, és az egész csapatunk egy nagy sztár volt. Nagyon büszkék vagyunk, és reméljük, hogy folytatódik ez a történet. A döntőben is ez lesz a helyzet, mi leszünk az esélytelenebb csapat. Biztos vagyok benne, hogy a Vardar és a Montpellier is örül, hogy mi jutottunk be. Teljesen érthető, hogy úgy gondolják, ellenünk könnyebb dolguk lenne a fináléban, de majd meglátjuk. Mi minden bele fogunk adni ott is. Játszanak és nyerjenek az Építők magazinnal. E heti kérdésünk a következő. Melyik Veszprém játékos lőtte a legtöbb gólt a 2017-2018-as alapszakaszban? A. Gašper Marguč, B. Dejan Manaskov, C. Dragan Gajic. A helyes válasz betűjelét a játék@lvkotoyelsport.hu e-mail címre várjuk szerdán 12 óráig. Kérjük, hogy a megfejtés mellett az e-mailben tüntessék fel nevüket és elérhetőségüket is. A legszerencsésebb játékos egy 10.000 forintos vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb, amely Hammel termékekre váltható be az LV Sport üzletében vagy a www.websportáruház.hu webáruházban. Most pedig megmutatjuk, hogy ki nyert múlt heti játékunkkal. A második mérkőzésen az aréna közönsége a címvédő Vardar Skopje és a 2003-ban BL-t nyerő Montpellier összecsapását tekinthette meg. A végeredmény itt is sokak számára meglepő volt, akár csak az első elődöntőben. A mérkőzés elején hol itt, hol ott volt az előny, ám a piros-fekete Vardárnak meggyűlt a baja a franciákkal. Egyetlen problémánk volt az első fél időben. A Montpellier egyszerűen túl gyors volt nekünk. Nem zártunk vissza úgy, ahogyan megbeszéltük, és így 7-8 könnyű gólt kaptunk gyors indításból, amivel nehéz helyzetbe hoztuk a kapusunkat is. Az 5-1-es rohanás után 3 találattal elléptek a fehérmezesek. A találkozón ez volt a legnagyobb különbség a két csapat között. Valahányszor közel került az egyenlítéshez a Vardar, mindig érkezett egy válasz a Montpellier részéről. A találkozón végig szorosan alakult az eredmény. A szkopjai csapat 27-26-nál másfél perccel a vége előtt Stoilov révén egyenlíteni tudott. Itt kezdődött az igazi dráma. Az utolsó percnek döntetlennel mentek neki a csapatok. Richardson próbálkozása a felső lécről kipattant, de ismét visszakerült a Montpellierhez a labda.
újabb támadásból, aztán Simonát lövése bepattogott Milić lábai között. Egy gyors válaszra maradt csak ideje a Várdárnak. Borozán azonban mellé lőtt, így a Montpellier jutott a Nant ellenfeleként a döntőbe. Második félidő egy kicsit komolyabb volt, ugye fölzárkóztunk, de nem tudtuk egyenlítettünk, vagy nem tudtunk egy elmenni sem, meg semmi sem, úgyhogy végig csak az eredmény után mentünk. Nehéz. Visszajössz ide is, és nem egy Veszprém, nem egy Barca, nem egy Párizs az ellenfeled, és akaratlanul is egy kicsit lejjebb ezt a csapat szerintem. Fantasztikus érzés. Számomra ez egy álom volt, hogy játszhassak a Final Four-ban. Kiskoromban mindig néztem a mérkőzéseket, és most lenyűgöző, hogy itt lehetek. Boldog vagyok, a csapat nagyszerű volt, de koncentrálnunk kell, hiszen nehéz feladat vár ránk a döntőben, de jelenleg csodásan érzem magam. Az elmúlt évek BL döntői mindig tartogattak izgalmakat a honi kézilabdázás szerelmeseinek, hisz a Telekom Veszprém zsinórban négyszer volt tagja ennek az elitklubnak. Idén sajnos hazai alakulatokért nem szurkolhattunk, de ez a Final Four sem múlhatott el magyar résztvevők nélkül. Az elmúlt négy évben zsinórban négyszer jutott be a Final Four-ba a Telekom Veszprém, így minden alkalommal népes szurkolótábor kísérte el őket Magyarországról. Idén viszont sajnos nem sikerült kijutnia a csapatnak, így a szurkolók is szegényebbek lettek a lelkes építők táborral. Akik közül azonban mégis elég sokan eljöttek megnézni a Várdár, Nant, Montpellier, PSG kvártettet, sőt illusztris hazai vendégek is megfordultak a Lanxess arénában. Többek között a Magyar Kézilabda Szövetség meghívására az a Görbic Anita is, aki friss BL győztesként érkezett a Rajna partjára, hogy személyesen is lássa, kiemelheti majd magasba Európa legértékesebb férfi kézilabda trófeáját. Nagyon izgatottan vártam, hogy milyen hangulat lesz itt, és hogy tényleg milyen egy férfi Final Four, hisz szerencsémre a pályán otthon Budapesten ugye érzékelhettem. Fantasztikus, és tényleg úgy nézem a mérkőzést, én is ugyanúgy izgulok, bár nagyon szomorú vagyok egyben, hogy azért a Veszprémi csapat ugye nem jutott be, mert azért jó lett volna, hogy az első férfi Final Four-on a Veszprémnek szurkolhattam volna, de tényleg ez is izgalmas mérkőzések vannak, úgyhogy várjuk a következő mérkőzéseket. A férfi négyes döntőre Görbic Anitát elkísérte párja Vince Otto válogatott labdarúgó is, aki lelkes külső szemlélőként nézte a meccseket. Mint kézilabda rajongó, ő is hiányolta a magyar csapatokat a négyes döntőből. Szerinte akár női, akár férfi vonalon is lenne létjogosultsága két-két magyar csapatnak is a legrangosabb európai kupa sorozat döntőjében. Évről évre azt gondolom, hogy egyre jobban teljesít a budapesti női Final Four maga, mint jelenség. De azért a fradi szurkolók, ha ott vannak jó pár ezren, ők még egy szinttel szerintem tudnák emelni az egész eseménynek a színvonalát, hangulatát. Úgyhogy szurkolok nekik is, és hát nyilván a Veszprémnek és a Szegednek is, hogy jövőre fussanak újra neki. Sőt, mert ahogy látom, az erőviszonyokat azért lenne rá esélyük, hogy itt helytálljanak. Bár a veszprémi kézilabdázóknak idén nem volt dolguk a Lanxess arénában, ezen a hétvégén a klub vezetése mégis jelen volt Kölnben. Eklemovics Nikoláék a kapcsolatok ápolása mellett néhány játékost is megfigyeltek a rendezvényen, ahol furcsa volt számukra megélni azt, hogy négy év után most nem futnak ki a pályára a Telekom Veszprém játékosai. Persze ez egy folyamatosan figyelünk a játékosokat, tervezünk a jövők a Veszprémbe. Sok ember, egész kézilabda világ itt van, nem is tudja, hogy most látja, hogy hány embert ismeri a kézilabda, mennyi ember, szinte mindenkit ismeri, mindenhol megállítanak. Egy hiányérzetem van, úgy gondolom, hogy nekünk itt a helyen, biztos vagyok ebben, hogy nekünk itt a helyet, és biztos is vagyok, hogy jövőre itt leszünk.
A Telekom Veszprém azért egy jelentős sikert is elért Kölnben. A klub elnökét, Szabó Jánost, a Fórum Klub Handball, a férfi kézilabda klubok nemzetközi érdekképviseleti szövetsége 2 évre az elnökség tagjának választotta. A vasárnapi bronzmérkőzésen 2 csalódott csapat találkozott, hiszen a Paris Saint-Germain kimondva, kimondatlanul a bajnoki aranyért jött Kölnbe. A Vardar Skopje pedig arra készült, hogy a BL története során az első olyan csapat legyen, amely képes megvédeni a bajnoki címét. A kitűzött célokat végül egyik alakulatnak sem sikerült megvalósítani. A 2017-es Bajnokok Ligája döntője megismétlődött idén is, ezúttal viszont a bronzéremért csapott össze a sötétmezes Paris Saint-Germain és a címvédő Vardar Skopje. A franciáknak volt miért visszavágniuk, hiszen tavaly az utolsó másodpercben bukták el az aranyat. Az első negyed óra vége felé a macedónok vezettek 7-3-ra, alig 7 perc múlva viszont már 10-10 állt az eredményjelzőn Nikola Karabatic gólja után. 12-11-nél a PSG átvette a vezetést, a szünetben mégis 15-14-re a Vardar vezetett. A fordulást követően Cintric góljaival úgy tűnt, állandósulhat a 2-3 gólos szkopjei előny. Ám a franciák ismét zárkózni kezdtek, és 20-20-nál Remili góljával ismét utolérték riválisukat. Ennek ellenére 23-23-ig rendre a macedónok szereztek vezetést, a Párizs pedig futott az eredmény után. A hajrában 24-23-nál volt először a PSG-nél az előny, ismét Remili volt eredményes. Az 58. percben Gensheimer találatával már 28-26-ra vezetett a francia együttes. Az utolsó perc gyors gólváltást hozott, de a Vardar egyenlíteni már nem tudott, így a 29-28-as siker azt jelentette, hogy a Paris Saint-Germainé lett a bronzérem. A mezőny legeredményesebb játékosa Nedim Remili lett 9 góllal. Nyertünk, és ez a legfontosabb számunkra. Természetesen örülök a sok gólomnak, és hogy jól játszottam. Valószínűleg más is így érezne a helyemben, de az elődöntőben ez sajnos nem volt elég ahhoz, hogy nyerjünk, emiatt csalódott vagyok. Nagy várakozásaink voltak a tornával kapcsolatban. Az egész szezonban keményen dolgoztunk ezért, mégis elveszítettük az elődöntőt. Ez rémálom volt számunkra, és sikerült felállnunk. Kemény harc volt, de mi nyertünk. A Vardar címvédőként érkezett a kölni 4-es döntőbe, de ezúttal a dobogóra sem sikerült felállni a szkopjei együttesnek. Csupán 5 vereségünk volt ebben a szezonban, de minden alkalommal csak 1 góllal kaptunk ki. Az elődöntőben elvesztettük a kontrollt a mérkőzés felett, ezúttal viszont jobban játszottunk, de mégis veszítettünk. Ilyen a sport, minden megy tovább. Az már az első nap után egyértelművé vált, hogy bármelyik csapat is nyeri meg az idei kiírást, az mindenféleképpen meglepetést fog okozni. A Nantes az esélytelenek nyugalmával haladt végig az idei Bajnokok Ligájában, míg a Montpellier az alsóházból küzdötte föl magát egészen a BL döntőig. A kérdés tehát már csak az volt, hogy történetük során a Nantes először, vagy a Montpellier másodjára emelheti magasba a BL trófát. A sötétmezes Nantes kezdte jobban a francia házi döntőt, emberhátrányban is gólokat szerezve a 8. percre már 5-3-ra vezetett. Az 5. gólt a korábbi veszprémi klasszis, a veterán Kirill Lazarov dobta 7-esből, aki a meccs végére 65 góllal immár a Final Four-ok történetének legeredményesebb játékosa lett. Elégedett vagyok ezzel. Sok-sok évet dolgoztam ezért, ez volt a 17. vagy 18. szezonom a Bajnokok Ligájában. Azt hiszem, megérdemeltem. Ez néha fontos, néha viszont egyáltalán nem, hisz a kézilabda csapatjáték. A folytatásban azonban többet hibázott a Nantes, mivel Vincent Gérard kiváló formában védett, és bravúrjaival gyorsan fordította Montpellier. A kapus parádei 5 perces nanti gólcsendet eredményeztek, és ugyan a Montpellier támadó játéka is akadozott, ám Patrice Canaille időkérésének pozitív hatása volt. Hiába lőtt 133 km/h sebességgel Lagarde, a pályára érkező Sebib Mandu révén beállóból továbbra is parádés volt a Montpellier, amely a szünetre végül 16-13-as vezetéssel vonulhatott.
A lehető legjobban reagáltunk a kialakult helyzetekre. Elvettük a kapus kedvét azzal, hogy sok gólt szereztünk, gyors indításokból, ez nagyon sokat számított. Összességében pedig nagyon-nagyon jól játszottunk. A második játékrész érkezett Espenli Hansen Nanti oldalon. A norvég átlövő 4 átlövésből 3 góllal nyitott. Így a döntő pillanatok alatt ismét szorossá vált. A Montpellier azonban nem engedte át a vezetést. Hol Mikel Gigu, hol Ludovic Fabregas, hol pedig Diego Simonet lendített a csapatán. Vít Kaftičnik pedig magabiztosan értékesítette a heteseket. 10 perccel a vége előtt azonban Cyril Dumoulin bravúrjai következtében, valamint Lázarov és Eduardo Gurbindo góljaival ismét kiegyenlített a Nont. Thierry Henry csapata viszont a vezetést nem tudta átvenni, és amikor 24-24 után a Montpellier ismét meglépett 3 góllal, megroppant a Nont, így a végjáték sima lett. A Montpellier végül 32-26-os sikerrel hódította el a trófeát. A döntő legjobbjának a 6 gólos argentint, Diego Simonetet választották a győztes csapatból. El sem tudom hinni, egy argentin srác. Argentinában nem nagyon kézilabdáznak, most meg én vagyok az MVP, és megnyertük a bajnokok ligáját. A győzelmet a családomnak, a barátnőmnek és a fivéreimnek ajánlom. A Montpellier története során második alkalommal ért a csúcsra a BL-ben. Patrice Canaille vezetőedző, valamint az elnyűhetetlen csapatkapitány Mikel Gigu 2003-ban is ott volt a győztesek között. Ez volt a mai Építők kézilabda magazin. Ne feledjék, jövő héten szezonzáró műsorral jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!